Síralmas a mezőgazdaság helyzete. Így fogalmazott kérdésünkre Kővári László. A szakember azt mondta, lehetetlen nyomon követni a változásokat, rendkívül kiszámíthatatlan volt az idei év. Az első része a dolognak az időjárás rendkívüli. Mostanában nem volt ennyire kiszámíthatatlan az időjárás. Az idei év, még a télben volt egy kis csapadék, és megtelettek a talajok, hisz tavasszal még belvizek is voltak, ugye itt a sárközi részben gyakorlatilag még bizonyos növényeknél kárt is okozott. Aztán májustól kezdve mindegyik hónap rendkívül száraz volt, és különösen ez a nyár volt kiszámíthatatlan, mert mindegyik nyári hónap több fokkal melegebb volt az átlagosnál, és a csapadék csak töredéke volt az átlagnak. Na most ugye ezt minden növény másként viselte el. A nyári asszály a kukoricának és a napraforgónak egyaránt nem kedvezett. Ezzel együtt meglepő módon tapasztalom most azt, hogy ez a termésbecsülési adatok alapján hát nem sokkal marad el a megyei átlagtól a kukorica átlagtermés. Nagy szóródás mellett is ez az érdekes, hogy ugye a homokosabb talajokon, ahol rosszabb a vízgazdálkodás, kevesebb csapadék volt, ott szárazak igazán, és ott nem tudtak kitelni rendesen a csövek. De ahogy hallom azért, hogy nem lesz talán akkora terméskiesés, mint amennyi mutatkozott még mondjuk egy hónappal ezelőtt. Még azért annyit hát tegyek hozzá, hogyha nem változik a csapadékviszonyok, akkor jövőre lesz óriási gond, mert összességében nagyon mélyen át van száradva a talaj, és hát ez nem kedvez a következő évre. És ez viszont mindegyik szántóföldi növényre vonatkozik. Tehát nagyon át kell gondolni a vetésszerkezetet a jövőbe, meg a fajta választékot, hogy tudunk alkalmazkodni ehhez a kritikus helyzethez. Idén eddig Szekszárdon nem sokkal több, mint 400 mm-nyi csapadék esett.